Új tanúsvényt kap Komárom. A Szőnyi forró szigetnél a MOL csoport önkéntesei munkálkodtak az elmúlt szombaton. Közreműködésükkel egy 2 kilométer hosszú tanúsvény létesülhet a komáromi csillagerőtől a Szőnyi Natura 2000 sziget területéig. Az önkéntes támogató hozzáállással a helyi természeti értékek, az őshonos növény és állatvilág megmentését tűzték ki célul. A MOLUP Kft. Az almásfűzítőnek az egyik legnagyobb munkáltatója, tehát az almásfűzítői telephelyünk van, és úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos az, hogy itt a környéken, amit tudunk mi is hozzátegyünk a környezet szépítéséhez, és mi is MOL-on belül, tehát mi a MOL csoport tagja vagyunk, és MOL-on belül pályáztunk mi is erre, hogy meg tudjuk támogatni ezt a tanúsvényt, és a MOLUP Kft. Ezt a tanúsvény támogatást nyerte, és itt kaptunk a MOL csoport anyagi támogatást is, és erre használjuk föl, hogy itt ezt a területet szebbé tegyük, és kicsit megújítsuk, és ez, úgy tudom, ez egy ilyen 2 kilométeres partszakasz. Remek hely, még nem voltam itt egyébként, remek hely, ilyen Pecás környék, és azért vagyunk itt, hogy egy kicsit szebbé tegyük, és élhetőbbé tegyük. A munkálatokban közel 30-an vettek részt. Tavasszal fákat ültettek, most a növényzet téliesítését végezték, valamint a közel 5 hektáros területet érintő tanúsvény kialakításáért tettek. Egyébként részemről ez pont kikapcsolódás, ugye, mert egy normál hétköznap után azért ez egy egészen más jellegű kikapcsolódás, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy tök jó dolog, hogy ki lehet ide jönni. Ráadásul pont szerencsénk van, mert jó idő is van, úgyhogy én nagyon szívesen vagyok itt, süt a nap, úgyhogy nyilván lehetne jobb program is, de teljesen jó, ezt szeretem ezt csinálni. Az új tanúsvény a komáromi és szőnyi lakosoknak, valamint a közvetlen közelében lévő óvodásoknak és bölcsödének is remek lehetőséget kínál aktív programokhoz, valamint a jövőben a gyalogos és kerékpáros turizmus fellendítését is segítheti. A nyomvonalak tisztítása és a szemét összegyűjtése után hidakat, átjárókat telepítenek a MOL önkéntesei, valamint ezúttal már előkészítették a jelzőoszlopok és információs táblák kihelyezését, melyhez a helyi önkormányzat anyagilag is hozzájárult. A Szöcske elnöke, a terület nagyismerője, Janka Ferenc is részt vett a szombati munkálatokban. Tavasszal megvoltak az ösvényeknek a takarítása és a nyomvonalak kijelölése, és akkor elültettünk 25 fűszfát a tanúsvénynek a végében. Jelen pillanatban egy áteresz fölé fogunk kihelyezni egy fahidat, illetve megkapjuk az irányjelző oszlopokat, amik ki lesznek, és így pontosan végig tudunk menni majd az ösvényen, illetve a tófarokban lesz ismét egy másik fahíd kihelyezve. A szőnyiek és a bárki ide látogató, ez tulajdonképpen egy teljesen 2 kilométeres tanösvényt fog megkapni, egy természetben körüljárt, tehát magában a természetben lévő tanösvényt. Ez az egyik része egy mocsaras részen fog, egy ilyen vizes kaszáló részen fog menni, a másik része a tó körül, illetve a maradék része az pedig egy nádas részen. Kikapcsolódhatnak mellette, kirándulhatnak a függőcénege fészektől kezdve a Rókaváron keresztül mindent megnézhettek, illetve most már elég sokan elkezdték, hogy futnak is ezen az útvonalon. A dolgozók önkéntességi ötletei közül közel 50-et valósítanak meg idén a MOL csoport munkatársai. Az ötletpályázat sikerességét bizonyítja, hogy Magyarország mellett 11 ország összesen 1500 dolgozója kapcsolódott be a programba, hogy segítséget nyújtson helyi közösségeknek és non-profit szervezeteknek. Lesz következő alkalom is, még valószínű, hogy lesz még ősszel még egy ilyen karbantartó festésünk, amit szeretnénk elvégezni a hidakon, illetve az oszlopokon, illetve a kaszálások, és tavasszal pedig szeretnénk folytatni. Egy az, hogy ugye megvannak a fáink, amit karban kell tartani, a nyomvonalakat szintén karban kell tartani, illetve tervek között van az, hogy tovább bővítjük ennek a tanúsvénynek a nyomvonalát, akár Komárom irányába.